Ez a Harangodi Erdészeti Erdei Iskola évente mintegy 700 gyermek táborozik itt, közben az erdő élő világával ismerkednek. Nagyon sok mindent tanultunk, és megnéztük a fácán neveldét is, ami a vadászoknak fontos, mivel hogyha lelővik a pácánokat, akkor egy idő után kipusztulnak. Ezek a gyerekek Apagyról és Debrecenből érkeztek az erdei iskolába, különleges bemutatón ismerkedtek meg a szirti sassal. Ezzel a sassal, ezzel a fajtával Kazasztánban farkasokra vadásznak. A gyerekek a különböző előadások, foglalkozások után tanösvényen sétálhatnak, vagy akár kilátóra mászhatnak, onnan szemlélve az erdőt. A gyerekek nevelése az egy nagyon fontos dolog, mert ők lesznek azok, akik a jövőt megtarthatják számunkra. És mi ezért kezdtük el itt az erdeiskolánkban 2005-ben ezt a környezettudatos nevelést. Mert látjuk azt, hogy a felnőttekkel már nehéz mit kezdeni, de talán a gyerekek hazamenve innen el tudják mondani a szüleiknek azt, hogy apa meg anya, oda kellene figyelnünk a környezetünkre, és meg kellene óvnunk. A rendezvényen az állami földekért felelős helyettes államtitkár elismeréssel beszélt a Harangodi Erdészeti Erdei Iskoláról, hiszen ritka, hogy magánerdőn belül működik a környezeti nevelés egy minősített központban. Ugron Ákos Gábor kérdésünkre a földárverésekről is szólt. Harmadik kör kiírásra került, ugyanazok a területek újra és újra, hogy minél több gazda juthasson földhöz. Van eredménye, vannak árveréseken licitálások, és akiknek szüksége van földre, azt tud vásárolni. A földárveréseken változatlan feltételek mellett licitálhatnak a gazdák, a harmadik ütemben 60 ezer hektár területet hirdettek meg. A napkori rendezvényen kifejezetten az erdős területekről is szóltak. Az ország erdősültsége jelen pillanatban több mint 2 millió hektár. Ez a 2 millió hektár erdő terület megosztásban úgy néz ki, hogy a 43-44% a magánerdő, az 56%-a pedig államerdő. A rendszerváltás óta a magánerdőnek a területe az elmúlt 25 évben 200 ezer hektárral nőtt, mert az elmúlt 25 évben 200 ezer hektár erdőt telepítettek a magánosok, mert ugye őnekik van hozzá földjük. És én azt szoktam mondani, hogy ezzel a magánerdőgazdálkodók a klímaváltozás élharcosai az országban. A szakmai konferencián elhangzott a környezeti nevelés célja, hogy elősegítse a környezettudatos szemlélet kialakulását országosan több mint 50 erdei iskolában és valamennyi oktatás-nevelési intézményben.